A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága helyt adott a HR-rend Kozár Mislen óvásának, így a Baranya megyei klub kapta meg a budafoki MTE elleni idegenbeli mérkőzés 3 pontját 3-0-ás gólkülönbséggel. A Kozár Mislen azért óvta meg a találkozót, mert a hazai csapatban csereként pályára lépett Szűcs Zsolt, akit egy nappal korábban piros lappal kiállítottak a budapesti első osztályban, így jogosulatlanul szerepelt az MB2-es mérkőzésen. A versenybizottság döntése nyomán a HR-rend Kozár Mislen és a budafoki MTE helyet cserélt a tabellán, és Szekeres Zoltán együttese a 17., azaz már nem kieső helyről várja a folytatást a Szeged Csanád Grosics Akadémia ellen. Azt gondolom, hogy a héten próbáltuk magunkat összeszedni a múlt heti vereség után. Szerintem sikerült kijönni most egy a gödörből, próbáltunk azokat az elemeket gyakorolni a héten, amik nem igazán működtek eddig. A holnapi mérkőzés egy újabb lehetőség ahhoz, hogy 3 pontot szerezzünk, és így gondolkodunk. A szegediek akár csak tavaly feljutásra esélyesek, és ennek megfelelően is teljesítenek, jelenleg a 4. a tabellán. Mindössze Szentlőrincen kaptak ki 3-0-ra, és a Moson-Magyaróvár győzött nagy meglepetésre 1-0-ra Szegeden. Tudjuk, hogy egy erős csapathoz látogatunk, de mindenképpen szeretnénk jó eredményt elérni. Szeretnénk a múltet hibákat kijavítani, és akkor bízunk benne, hogy jól fog sikerülni ez a mérkőzés. Szekeres Zoltán vezetőedző szerint fontos, hogy csapata alázatosan és elszántan játszon szombaton a 3 pont megszerzésének reményében. A találkozó 15 órakor kezdődik Szegeden a Szent Gellért Fórum stadionban.